Átadták a felújított vasútállomást Tiszafüreden, kánikullával zárult az augusztus, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, lebuktak az orvvadászok. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 5-én 18 óra 5 perckor. A Tiszató fővárosába, Tiszafüredre vonattal érkezőket az eddigiektől teljesen eltérő kép fogadja. Befejeződött a vasútállomás felújítása. Ez az egyik első szerelvény, amely már a felújított tiszafüredi állomásról gördült ki. A főépületet 1965-ben építették. Tiszafüred vasútállomáson az önkormányzat és a MÁV ZRT együttműködésében 2020 év tavaszától kezdődtek a felvételi épület és környezetének több ütemben történő rendbetételére irányuló munkálatok. Ennek keretében 2020 év decemberére megvalósulhatott az utazóközönséget kiszolgáló vizes helyiségcsoport komfortosabb átétele és áthelyezés a felvételi épületbe. A funkcióját vesztett régi utas WC épületrész bontását követően helyreállításra került a térburkolat, és a bontás során felszabadult terület lehetőséget adott a meglévő kerékpár tároló bővítésére. Az önkormányzat 2021-ben váróterem karbantartási munkáit is elvégezte a MÁV ZRT felügyelete mellett. Kedves tiszafürediek! Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István gondolatai juthatnak eszünkbe, amikor az állomás díszparkjában kiállított mozdonyra nézünk, amelyet az önkormányzat kezdeményezésére a tiszafüredi Hámori András szakközép és szakiskola diákjai újítottak föl. Az 1984 óta önálló szoborként kiállított gőzmozdony szerkezetét az évek megviselték, az időjárás az emberi kéz egyaránt megrongálta, így fémlemezei elrozsdásodtak, egy-egy darabját letörték, elvitték, a diákok nagy gondossággal és felügyelettel végezték a kiállított szobormozdony helyreállítását, felületkezelését. Az idei évben az önkormányzat a szabadtéri kiállítási mozdony körüli terület rendezését növénytelepítéssel és a kültéri padok kihelyezésével, járófelület kialakításával végezte el. A felújítás 2020-ban kezdődött. Lépcsőzetesen újult meg a fogadóépület, a szociális helység, valamint a forgalmi iroda. Ezen a helyen több mint 40 ezeren szálltak le is föl 2022-ben, tehát nem mindegy, hogy az ide érkező tiszafürediek, akik el akarnak utazni Debrecenbe, Egerbe vagy akármelyik részébe az országnak, vagy az ide érkező turisták milyen képet kapnak rólunk. Mondhatjuk azt is, hogy Tiszafürednek ez az egyik kapuja, amelyet első benyomásként megtapasztalhatnak az ide érkezők, és nagyon örülök neki, hogy 2020-ban, amikor kezdeményezte az önkormányzat a vasútállomás rendbetételét, akkor a MÁV ZRT nyitott volt erre a feladatra, és ezúttal is szeretném megköszönni a MÁV ZRT munkatársainak, Fazekas József osztályvezető úrnak külön, hiszen vele napi szinten tartottuk a kapcsolatot, és azért 4 éven át zajlott itt a munka, és igyekeztünk minden körülményt úgy kialakítani, hogy ugyanolyan magas minőségű szolgáltatást kapjanak az ideérkezők, mint a már megújult Szabadstrandon, vagy akár az orvosi rendelőben, vagy ha bejönnek a belvárosba a főtéren is, azt láthassák, amit elnök úr is mondott, hogy Tiszafüreden folyamatosan megpróbálunk és meg tudunk újulni. Külön öröm számomra, hogy itt közösségi kezdeményezést is igénybe tudtunk venni. Az itt található, most már ipartörténeti remek mű és emlékműnek, vagy szobornak is említett mozdony, amely 1938-ban épült és 1975-ig szállított utasokat. Ez mára már egy turisztikai látványossággá vált a városunknak, és azért aki ide érkezik, nem csak egy rendbetett vasútállomás, tehát nem csak egy olyan ponton száll ki, ahol egyből látja, hogy itt azért ezen a településen figyelnek erre a környezetre is, hanem ez egy turisztikai megállító pont is gyakorlatilag, ahol egy kicsit a magyar vasút története, vagy a magyar vasúti járműgyártás egy remekével is találkozhatnak, amely büszkén hirdeti
a monarchiabeli magyar vasúti járműgyártásnak a magas színvonalát. Ezen a kapun pedig évről évre egyre többen érkeznek a Tiszató fővárosába. Az ország és vármegye bérlet adta lehetőséget kihasználva, idén minden eddiginél többen. 1980-ban egy koncertre jöttünk ide Tiszafüredre, Karcagról többen magammal, és vasúton jöttünk. És itt szálltunk le a tiszafüredi vasútállomáson, ami számomra egy 13 éves fiatal, már-már gyermeknek egy érdekes vasútállomás volt. Hiszen önállóan utaztunk haverokkal, egy nagy kaland része volt. És akkor egy kicsivel másabb volt a tiszafüredi vasútállomás. Már akkor is központi fűtés volt, hiszen a váróterem majdnem közepén állt egy vaskályha, és az biztosította a meleget a várakozóknak. És hogy elrepült az idő? Hiszen abban az időben Tiszafüred még egy járási központ, egy nagyközség volt, még nem is volt város. És még nem is gondolt senki arra, hogy a régió turisztikai központja, a Tiszató fővárosa lesz Tiszafüred. Hiszen csak egy jelentéktelen szárnyvonalon egy kicsi vasútállomás volt, amely számunkra volt, itt élők számára fontos. Hiszen egy vasárnap délután rengeteg tiszafüredi fiatal állt itt, akik mentek tanulni. Egy péntek délután rengetegen jöttek haza a kollégiumból, az iskolából, és tudom azt, hogy nagyon sokan jártak be Karcagra, akár Egerbe is vonattal. És most is beérkezik a személyvonat, a 10 óra 10 perces, hogyha nem késett semennyit, és ez egy nagyon jó dolog. És most már, ahogy telik az idő, már ennek a vasútvonalnak már több mindent tudni kell. És ennek a vasútállomásnak is több funkciót kell kiszolgálni. Hiszen már nem csak a diákok, a munkába járók, hanem ilyenkor nyáron a turisták hada is érkezik ide Tiszafüredre. Már lehet a vonatra kerékpárt feltenni, és nem mindegy, hogy a Tiszató fővárosa, ahogy belépünk a bejáratnál, a kapunál, milyen képet fogad. Én gratulálok a MÁV-nak, gratulálok a vasútnak, hiszen ez a tiszafüredi megújult vasútállomás bárhol az országban megállja a helyét. És néhány balatoni település vasútállomásánál is szebb és komfortosabb. Én kívánom a tiszafürediéknek azt, hogy élvezzék ennek a vasútállomásnak minden nyújtotta szolgáltatását, és aki ide érkezik, és én pont szerencsés helyzetben vagyok, mert látom, hogy kerékpárral szállnak le a vonatról, nagyon sokan bőröndel, hátizsákkal jönnek, hogy úgy köszönjön Tiszafüred az ide érkezőknek, és úgy köszönjön el a távozóknak, hogy jó érzés belépni ide a Tiszató fővárosának. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó munkát kívánom, és kívánom azt, hogy ugyanígy újuljon meg az egész ország vasúthálózata, és minden egyes vasútállomás, mert a vasútra szükség van. A vasút nem egy elavult, hanem egy modern közlekedési eszköz. Vannak vasútszerelmesek a környezetembe, akik használják, és nagyon-nagyon tetszik nekik, és olyan boldogan alig várták már a bejelentés után, hogy mikor indulhatnak megvásárolni. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog volt a kormánytól, hogy ezt megoldotta, és az embereket ebbe segíti az utazásba, és szerintem jóval többen is utaznak. Május 1-e óta van lehetőség ország, illetve vármegye bérletváltására. Előbbi kevesebb, mint 19 000 forintért biztosít korlátlan utazást a Volánbusz és a MÁV járatain. Utóbbi 9450 forintért teszi ugyanezt lehetővé egy vármegyén belül. A diákok mindkettőt 90%-os kedvezménnyel vehetik igénybe. Augusztus végéig kitartott a kánikulai idő, az utolsó szombaton és vasárnap a legmelegebb órákban akár 32-38 Celsius fok is volt, és csak néhol fordult elő záporzivatar.
Jellemzően napos idő volt, fátyol felhőkkel, csapadék nélkül, ugyanakkor a nyugati, északnyugati, északi tájakon már gomoly felhők is képződtek, és ott a határok mentén néhol zápor, zivatar is előfordult. Túl meleg van most egy kicsit már, de első nap vagyunk itt, úgyhogy itt még most ismerkedünk a környékkel. A déli szél megélénkült. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 36 fok között alakult. A naptej, vízbe vagyunk. Lényeg, hogy kiélvezzük a nyarat. Ennek nagyon örültek az abátszalók is strandolók. Gondoltuk, leruccanunk egy kicsit Tápió Györgyéről, főleg a csúszdázás miatt, de egyéb szempontból is jónak találtuk most, hogy nem egy medencés strandot választunk, hanem egy ilyen nyílt vízi strandot. Az ügyészség szerint a pedofil hajlamú férfi még tavaly tavasszal visszaélt hatalmával, és elcsábította a tinit. A helyiek felháborodtak az eseten. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A fiatal 30-as éveiben járó tanár testnevelés órákat tartott az iskolában, így ismerte meg az akkor 8-os diákját. A kapcsolatuk hamar szorosabb lett. Sajtóinformációk szerint a pedagógus többször is randira hívta a tinit, és a közös sétálgatásaik alatt puszilgatta, simogatta. Végül a lány szülei is tudomást szereztek a titkos viszonyról, bejelentést tettek. Az iskolából azonnal elbocsájtották a pedofil hajlamú tanárt, és a rendőrség is nyomozni kezdett. Az ügyben előkészítő ülést tartottak. A lány most 16 éves, így az ülés a tini életkora és a bűncselekmény jellege miatt nem volt nyilvános. A debreceni törvényszék szóvivője, Dobó Dénes, elmondta, a vád szerint a férfi, mint a sértett iskolájában tanító tanár, hatalmi helyzetével visszaélve szexuális cselekményt végzett a kiskorú sértettel. Nem szabadna ilyet csinálni. Ha igaz, akkor meg kell már a bíróságba, vagy valahogy feljelet is kezdeni, hogy de... Férfi tagadja. Az a legegyszerűbb, nem? Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetésért, ezért a bíróság tárgyalásra utalt az ügyet. Hát azt jól teszik, mert vigyázni kell a gyerekekre, a tanár meg vigyázom már magára, hát hogy gondol ilyet, hogy a gyerekkel kikezd? Ha bebizonyosodik a tanár bűnössége, akár több éves börtönbüntetést is kaphat. Két férfi Tiszaföldvár külterületén ejtett el vadakat. A rendőrök orvadászat miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A megalapozott gyanú szerint a cibakházi és egy tiszaföldvári férfi a helyi vadásztársaság területén lőtt ki két őzgidát és egy mezei nyulat. Néhány perc múlva a vadásztársaság hivatásos vadásza intézkedett az autó utasaival szemben. A járműben megtalálta a kilőtt állatokat, egy távcsővel felszerelt vadászpuskát, több töltényt és lőszerhüvelyeket. A hivatásos vadász azonnal értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások megállapították, hogy egyik jogsértő sem tagja egyetlen vadásztársaságnak sem. Nem rendelkeznek fegyvertartási engedéllyel, továbbá a lőfegyvert sem regisztrálták. A 43 és a 45 éves férfit előállították a tiszaföldvári rendőrösre, és gyanúsítottként hallgatták ki. A Kunszentmártoni rendőrkapitányság orvadászat büntet elkövetése miatt folytat eljárást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!